Szóval eljöttem egyet sétálni, és nem tudom, hogy a hangomon mennyire lehet majd hallani, de elkaptam valami nátaféleséget, amiből elég nehezen tudok kilábalni. Plusz a személyem is elég ramatyul néznek ki, meg az egész ábrázatom, úgyhogy lehet, hogy majd egy napszemüveggel eltakarom. A lényeg az, hogy nagyon szép idő van, úgyhogy hoztam is magammal 4 illatot. Ezek könnyedebb sétához, kikapcsolódáshoz való remek illatok, amik nagyon-nagyon különlegesek szerintem. Úgyhogy most ezeket fogom bemutatni. Lássuk. La Martina Secret Wood. Először is megmutattam ezt a gyönyörű kupakot. Fémből van, és rendesen van súlya, tehát már ez egy nagyon érdekes kis minőségi kupak. Nagyon szép az üvegnek a formája, nagyon egyedi. És ami felkeltette az érdeklődésem, hogy titkos fa, tehát ez sugallja, hogy valami fás illatról van szó, és nagyon-nagyon kevés véleményt, illetve információt lehetett találni, akár fragrantikán, különösen meg más oldalon, szinte nulla, de aki írt róla véleményt, az a 4-5 ember körülbelül, azok nagyon-nagyon dicsérték, úgyhogy már ezért is vonzott ez a parfüm, hogy ez milyen lehet. Titkos fa. És megrendeltem, ez történt egy ilyen 7-8 évvel ezelőtt, és azóta nekem az egyik legnagyobb kedvenc illatom. Abszolút nem szokványos. Ez a La Martinának az Alma kollekciójában található. Egyébként az Alma spanyolul azt jelenti, hogy lélek. És abszolút egy lélekkel, élettel, finomságokkal teli illat. Leginkább ezt is nyár végén, illetve ilyen hűvösebb időszakban ősszel szoktam használni. Nekem benne van egy ilyen avaros, nagyon finom fás illat, amiben hát van egy kis vanília, meg szantálfa, meg mindenféle olyan összet, itt fel is írtam egy picit, hogy puskáznom kell, szegfűszeg, kasmír, pacsoli, bergamot, fahéj, meg muskátli. Bevallom egyébként, hogy én a fahéjas és a szegfűszeges illatokat általában annyira nem szeretem, hogyha nagyon domináns, hogyha finoman van jelen, akkor az nagyon jól tud lenni. Ebben igazából megmondom őszintén, én nem nagyon érzem ki. Összességében azt tudom mondani, hogy egy avaros, fás, picit édes, szinte leírhatatlan illat, titkos fa. Szerintem nagyon találó a név, érezni kell. Magyarországon én nem nagyon találtam eddig, én ezt általában külföldről vagy Németországból rendeltem. Érdemes utána néznetek. Egyébként a La Martinának amúgy is szerintem elég csábító illatai vannak. Philip Stark francia formatervező cége alatt született ez a gyönyörű, elképesztően egyedi formavilággal rendelkező üveg, itt egy ilyen, nem tudom mennyire, hogy vissza van, itt egy ilyen bemélyedés, nagyon jó. És egyébként ez egy parfüm sorozat, és hogyha egymás mellé tennénk az üvegeket, akkor ez a minta így folytatódna. Van unisex, van női, van férfi, egyébként ez unisex. A Peau de Allures, hát a francia kiejtésemből ennyire futotta. Ami felkeltette bennem az érdeklődést ezzel a parfümmel kapcsolatban, az, hogy azt írták, hogy olyan, mintha kertészkednék. És hát mondom, mi az, hogy kertészkedéshez hasonlító vagy kapcsolódó illat? Ez nagyon-nagyon furcsa, és engem mindig is vonzott egyébként az olyan illat, ami realisztikus természethez kapcsolódik, és ebben nagyon-nagyon domináns a föld, a nedves, realisztikus földnek az illata. Úgy képzeljétek el, mintha tavasszal kimennétek a kertbe kertészkedni,
tiszta föld, a kezetek jön az orrotokból ez a friss, fekete, nedves föld, fantasztikus, és közben felettetek a kiteregetett ruhának a friss illata kavarog, ahogy lengeti a szél ezeket a ruhákat, egészen elképesztő. Szóval lehet, hogy egy picit furcsán hangzik, és nem is igazán tudjátok ezt a két illatvilágot összeegyeztetni így fejben, de higgyétek el, hogy én ennél különlegesebb illatot még nem nagyon éreztem. Legalábbis ilyen frissen mosott, meg vagy akár földes illatokat, hogyha külön veszünk. Egészen elképesztő. Nagyon jó az a kis fújóka itt a tetején. Igen, és főleg tavasszal szoktam ezt használni, vagy ilyen nagyon szép, kellemes napsütéses időben, mert visszaadja abszolút ezt a könnyedséget, ezt a frissességet, ezt a természetben lévő boldog és önfelett könnyed érzést. Úgyhogy teljesen azt gondolom, hogy egy ilyen illatba, üvegbe zárt természet, ami érezhető benne, nem is tudom tovább fokozni, zseniális illat. Igen, és ami még eszembe jutott erről a parfümről, így a kezemen érezve, hogy van benne, azokon kívül, amiket mondtam, van benne egy picit ilyen, mint hogyha zöldséges, picit sárgarépás illatvilággal is meg lenne hintve, a frissen mosott ruhákkal és egy picit virágos ilyen illathullámokkal, szóval egészen elképesztő ez az illat, amit adni tud. Olyan érzéseket kelt bennem, hogy el vagyok tőle alélva, úgyhogy itt van a kezemben a természet. Csodálatos! Két unisex parfüm után most egy férfi parfüm következik, ami egy ilyen általánosabb kikapcsolódáshoz tökéletesen passzoló, könnyed férfi parfüm. Ez az Azzaro Chrome Extreme. Aki ismeri az Armani Acqua di Gio Profondo parfümöt, és tetszik neki, és szereti, annak biztos, hogy ez is fog tetszeni, hiszen nagyon-nagyon közel állnak egymáshoz. Azt is mondják, hogy szinte az ikertesója. Igen, tényleg nagyon-nagyon hasonló. Ez egy olcsó parfüm. Én nagyon szeretem egyébként az Azzaro parfümöket, szerintem akad köztük igazi kincs. Ezt is annak tartom. Inkább ez egy nyári illat, de én nem ragaszkodom egyébként az ilyen beskatujázáshoz, hogy nagyon-nagyon nyári vagy nagyon-nagyon téli. Vannak köztes illatok, szerintem ez is olyan. Én ezt most is tök szívesen hordom ilyen őszi időben. Mandarin, tengerjegyek, boróka, kasmír és ámbra az, ami fő illatjegyek fel vannak sorolva. És igen, a Chrome sorozatra jellemző fémes illatjegyek ebben is megtalálhatók, de azért tetszik, mert ebben nagyon-nagyon finoman vannak jelen. Sokkal inkább dominál a mandarin kezdetben, és nagyon-nagyon jó párost alkot vele a boróka bogyó, meg persze ezek a tipikusnak mondható kék tengeri jegyek. Szóval tényleg könnyed. Van benne egy ilyen megszokott kék tengeri nyári illatvilág, de ezzel a boróka bogyóval, kasmírral, meg ámbrával, picit fás jegyekkel, és a mandarinnal, ami egy picit ilyen szinte ilyen mandarinos cukorkára emlékeztető édességet ad neki így az illatnak a tetején, de nagyon-nagyon szerethető. Pont ettől egy ilyen vidám, egy nagyon jó leső egy sétához, egy hétvégi programhoz. Szerintem egy tipikusan fehér pólós, farmernadrágos illat, úgyhogy semmi bonyolultság, de nagyon-nagyon kellemes. Le Coin Aquanympha. Szerintem ez az illat egy picike kis csoda. Azért is raktam az Azzaro után, mert egy picit, bármennyire is vízi, de egy picit más, illetve nagyon más. Én ezt egy sós illatnak mondanám,
Nehéz megfogalmazni, hogy mi az, hogy sós illat, de aki már érzett ilyesmi parfümöt, az tudja, hogy most miről beszélek. Leginkább, ha vízi, nem tengeri illatnak írnám le, bár az a világ is egy picit úgy, azt a világot is felidézi, de inkább egy ilyen kicsi tó, nádassal. Én mindig ezt látom magam előtt, és az összetevők között nád és papírusz van felsorolva, természetesen ettől sokkal összetettebb, és biztos, hogy mást is rejt ez a parfüm, mindezt a két összetevőt, de az egészen biztos, hogy Jean-Claude Elena az egyik kedvenc parfümőröm ezzel az illattal egy igazi klasszikus, egy csodát, egy zseniális parfümöt alkotott. Ráadásul a vízi illatok nem is annyira tartósak, ez nagyon-nagyon, egyébként az Azaro is rendkívül tartós, ez is nagyon tartós parfüm, ezt is nagyon jó áron lehet kapni, egy igazi, kiemelkedő gyöngyszem a vízi illatok közül. Én mindig azt látom magam előtt, hogyha megérzem az illatát, hogy az erdőből kiérve, ami azt azért mondom, mert van benne egy pici ilyen fás illat is, az erdőből kiérve kiérek egy pici tóhoz, ott leülök, csiripelnek a madarak, fújdogál a szél, és egy ilyen szent nyugalom jár át, ezzel az illattal körbeölelve, egészen páratlan, fantasztikus élmény nyújt ez is, úgyhogy egy ilyen gyönyörű időhöz szerintem kiválóan passzol. Na, hát ennyi volt, remélem, hogy tetszett ez a négy parfüm. Én igyekszem nektek mindig különleges parfümöket bemutatni, leginkább nekem olyanok vannak, amiket én így felkutattam, kikerestem, érdekesnek találtam, és nem nagyon jött velem szembe más egyéb parfümös fórumokon, nem nagyon beszéltek róluk, úgyhogy ezért is érdemes nézni engem, követni engem, meg lájkolni, meg kommentelni, meg minden ilyesmi, és basszus, de jó ez az illat. Oh.